Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Nézzük meg először is, hogy mivel foglalkozunk. Coach képzéseink vannak. Coach képzéseink által az embereknek eljutatjuk azt a tudást, képességeket és gyakorlási lehetőséget, amelyek által olyan élet és emberismerethez jutnak, hogy az emberek képessé válnak az élethelyzeteik helyes kezelésére, a problémáik megoldására, illetve megelőzésére, a célok elérésére, továbbá az emberek és az élet jobbítására, a lelki fejlődésre. Így az emberek képesekké válnak szeretetben, békében és boldogságban együttműködve élni azért, hogy a Földön 2035-re aranykor legyen. Na most, ha ezt végignézzük, ezt a gondolatot, akkor vajon szükséges-e, hogy az ember az élet helyzeteit helyesen kezelje? Mi van akkor, hogyha valaki nem kezeli helyesen az élethelyzeteit? Tehát az emberek olyan, mintha nem gondolkodnának ezen a téren, és azt gondolnák, hogy, hogy ők helyesen cselekednek, tehát minden élethelyzetüket helyesen kezelik, és a probléma az, nem rajtuk múlott, ami mégis felütötte a fejét az ő életében, vagy az ő családjában. És hát azt gondolják, hogy ugye valaki esetleg vallásos, hogy na most a jó Isten teszi őt próbára. Ha valaki nem vallásos, akkor azt gondolja, hogy jaj, olyan szerencsétlen. Vagy azt gondolja, hogy hát ez véletlenül történt vele. Na most ugye úgy kérdezném, hogy gondolkozzanak el rajta, akik esetleg így gondolkodnak, hogy mit lehet avval tenni, hogyha a jó Isten így akarta? Hát semmit. Mit lehet azzal tenni, hogyha hát ilyen szerencsétlen módon megtörtént ez a probléma? Semmit. Hát ha véletlenül megtörtént az a probléma, mit lehet tenni? Semmit. Na most ugye az lenne a kérdés azokhoz, akik így gondolkodnak, hogy, nem lenne jobb, hogyha az ember ezeknek a, történéseknek az okait pontosan tudná az ember, és esetleg a jövőben cselekedhetne úgy, hogy ne okozzon az a, tehát hogy az a cselekvés, amit az ember csinált, az ne okozzon bajt, hanem jót okozzon. Tehát, hát most gondoljuk végig csak, hogy példákat mondjak. Hány százezer ember csak Magyarországon jutott oda gondolatban, hogy nem ő tehet arról, hogy eladósodott, hanem mondjuk a bank. Hány ember csinálta ezt? Gondold végig. Tehát hány ember mondta utólag azt, hogy nem kellett volna azt a hitelt fölvenni. De nem ezt mondták, hanem azt mondták, hogy a bank a hibás, a bank a felelős.
Mi köze a banknak ahhoz, hogy te mennyit keresel? Mi köze a banknak ahhoz, hogy van egy gazdasági helyzet, és ezáltal, most mondok példát, hogy értsük. Azzal nincs problémád, kérdezem az emberektől, hogy vannak áremelések. Az az életünk természetes része, hogy vannak áremelések, nem? Tehát általában nincs olyan ország, vagy nagyon kevés az olyan ország, illetve van, de nagyon kevés az olyan ország, ahol nincs infláció. Az infláció azt jelenti, hogy a fizetések nem emelkednek olyan mértékben, mint az árak. Ezt jelenti az infláció. Na most, mondom még egyszer, vannak olyan országok, de inkább azt mondom, hogy nagyon kevés, vagy egyre kevesebb, ahol a fizetések jobban emelkednek, mint az árak. Na most, tehát az életünk része, hogy van áremelés. És ha most mondok példát, jó? Az áremelésre. A legdrasztikusabb áremelés, nem tudom, tudjátok-e, hogy a faanyagok terén történt az elmúlt hónapokban. Gyakorlatilag az elmúlt fél évben a faanyagok ára duplájára emelkedett. Duplájára az elmúlt fél évben. Vannak ennek okai, utána is lehet nézni, én utána néztem ennek, de most nem kívánok erről beszélni. Most nem ez a lényeg, hanem az, hogy duplájára emelkedett. Ha megnézitek, tehát fél év alatt duplájára emelkedett. Ha megnézitek mondjuk a zöldség, gyümölcs árakat, mondjuk az elmúlt egy év során mennyire emelkedett, vagy másfél évben mennyit emelkedett a zöldség, gyümölcs ár? Jó, tehát nem pár százalékkal, hanem vannak olyan gyümölcsök vagy zöldségek, ami duplába kerülnek, mint másfél évvel ezelőtt. De nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ez természetes része az életünknek, hogy van áremelés. És na most gondoljátok végig, ha mondjuk fölvesz valaki egy banki hitelt, és fölvesz mondjuk olyan időszakban, ahol 3%-os az infláció, és közben az infláció mondjuk fölmegy 25%-ra. Ami azt jelenti, hogy ha azzal az összeggel fizetné az ember a hitelt tovább, mint amivel felvette, akkor nem, most nem védem a bankokat, most nehogy valaki félreértse, akkor természetes dolog lenne, hogy a bank veszteséggel szállna ki a hitelezésből. Hát nyilván a banknak a hitel nyújtása az ugyanolyan üzlet, mint hogy egy zöldségkereskedő eladja a zöldséget. Érted? És ha a zöldség árak emelkednek, akkor drágábban adja el. De a zöldséget nem 20 éven keresztül porciózza neked kiszeletelve, hanem ahányszor mész, annyiszor akár más áron tudod megvenni a zöldséget, és lehet, hogyha olyan infláció van, akkor lehet, hogy havonta veszed a zöldséget drágábban. Na most a bank viszont egyszer adta oda a hitelt, és odaadta mondjuk 5, 10, 15, 25 évre, vagy valami hasonló. Ami azt jelenti, hogy amikor ő a részletet kalkulálta, akkor az akkori áremelkedésekhez, az akkori inflációhoz kalkulálta. És ha közben lett egy infláció, akkor nyilván a bank mit fog csinálni? Fölemeli a kamatokat, illetve a részleteket, nem a kamatokat, a hitel részleteket fölemeli. Hát nyilvánvalóan, ha a bank helyében lennél te,
és üzleti szempontból adnál kölcsönt bankként, ugyanezt csinálnád. Érted? Ugyanezt csinálnád. Na most gondold végig, tehát az emberek, most gondolj bele, az elmúlt 25 évben a forintunk mennyit romlott? Megnéztem tegnap vagy tegnap előtt volt a napja, hogy az euróhoz, illetve a dollárhoz képest, nem, az aranyhoz képest az euró vagy a dollár az elmúlt másfél évben 50%, tehát nem jól mondom, tehát akkor visszamert, tehát 50%-kal lett drágább az arany, mint másfél évvel ezelőtt. Érted? A dollár, nem a forinthoz, a dollárhoz és az euróhoz képest. 50%-kal drágább az arany átlagosan most, mint másfél évvel ezelőtt. Na most, ezt most csak azért mondom, mert ez azt jelenti, hogy másfél év alatt a dollár vagy az arany gyakorlatilag egyharmad értéket romlott. Tehát 33%-ot romlott, mert visszafel pont úgy volt, hogy 1000 euró volt egy uncia arany, érted? Most pedig 1500 euró egy uncia arany. Az azt jelenti, hogy pont ki tudod számolni visszafelé, magyarul 50%-ot romlott a dollárnak, illetve az eurónak az értéke az aranyhoz képest. Na, tehát az arany az a biztos pont. Mindig az arany a biztos pont. Na most, ha ezt megnézzük, akkor gondold végig, hogy a bankok, ha kiad neked pénzt, és mondjuk kiadta 25 évvel ezelőtt, csak most mondok egy példát, nyugaton ez ugye így működött, nálunk, bár lehet, hogy itt is van 25 év, most 25 év alatt a forint, azt mondja, 25 éve, mikor jártunk, mikor volt 25 éve, azt mondja, hogy számoljunk vissza, az 96, nem? Jól számolom. 96-ban volt 25, tehát ha valaki fölvett 25 évre 96-ban pénzt, akkor az átlag kereset 96-ban ilyen 20.000 forint volt. Most csak nem 200.000 forint. Az azt jelenti, hogy a forint értéke szinte tizede a 96-os időszakhoz képest. Tizede. Na most nyilvánvalóan képzeld el, ha ugyanannyit fizetne valaki, vagy fizetett volna valaki most, mint 25 évvel ezelőtt, akkor hogy van a bank a pénzénél? És ezt nem a bankot védem, csak gondolkoz logikusan. Ez azt jelenti, hogy valaki fölvesz hitelt, és akármennyire azt ígérik, hogy ennyi lesz a törlesztő részlet, úgysem annyi lesz, ha megugrik az infláció. Világos ez? Akkor tud ugyanannyi lenni a részlet, hogyha az infláció marad azon a szinten. Világos ez? Na most, nyilvánvaló, hogy ez pontosan arányos azzal, ahogy a termékek ára emelkedik. Tehát magyarul egy hitel az egy termék. És ha hitel az drágul, a hitel törlesztés is drágul. Világos ez? Na most ezt miért mondom? Csak azért, mert az emberek valami álomvilágban élnek. Tehát azt gondolják, hogy ha ő fölvett hitelt, akkor nem az ő hibás döntése volt a hitelfelvétel, hanem a bank a felelős, hogy ő nem tudja fizetni a részletet. Tehát most mondok csak egy példát, hogy még a múltban beszélgettünk egy ismerősömmel, akik teljesen kiakadtak a hitel, hogy fizetni kell a
hiteltörlesztést, és ki volt azon akadva, tehát ugye már nem tudom hány éve fizették a... Tudjátok, ez akkor az időszak volt, amikor hirtelen megugrott a hiteltörlesztési részlet. Na most ugye mikor ugrott meg a hiteltörlesztési részlet mindenkinek? Amikor a gazdasági válság volt. Magyarul attól, hogy ott nem mondták, hogy mekkora infláció volt, vagy elhazudták az infláció mértékét, mégis nagy mértékben fölemelkedett az infláció. Ugyanúgy, mint most. Most azt mondják, hogy ilyen 4% az infláció, de ha nincs 25% infláció éves szinten, akkor én megeszem a kalapom. Jó, tehát lényeg az, hogy gondoljátok végig, beszélgetünk avval az illetővel, és már pár éve fizette a törlesztő részletet. És ki volt azon akadva pár év múlva, mikor ugye már a bank noszogatta őket, mert elkezdték nem fizetni a törlesztő részletet. És hogy gondolja azt a bank, hogy ő majd 60 vagy 70 évesen is fogja fizetni a törlesztő részletet? De ő így kötötte meg a szerződést. Tehát akkor nem tudod számolni 50 valahány évesen, hogy 70 valahány évesen még fogja fizetni a törlesztő részletet? Mert 25 évre vette föl. Érted? Tehát magyarul nem ők a felelősek, tehát nézz körül, az emberek a saját döntéseikért semmilyen, az emberek többsége tisztelt a kivételeknek, a saját döntéseikért semmilyen felelősséget nem vállalnak. És mindenki hibás, mindenki felelős, csak ő nem. De hát én úgy tudom, például a hiteleknél sem kergettek senkit bunkos bottal, hogyha nem vesz föl hitelt, akkor agyonverik. Tehát mindenki önszántából vett föl hitelt. És azért hoztam csak föl ezt a példát, mert ez az egyik legjobb példa ezekre, érted? Tehát most gondold végig, emberek megcsinálták azt, hogy tehát nem nagy veszteséggel szálltak ki a hitelből, de tudod miért? Mert nem a bankra kezdték el ráhárítani a felelősséget, mert ha a bankra ráhárítod a felelősséget, akkor elkezded szidni, mint a bokrot. De úgy nem lehet velük tárgyalni. Tehát ha te egy másik szemét szidsz, mint a bokrot, vagy egy szervezetet szidsz, mint egy bokrot, akkor nem lehet velük tárgyalni. Tehát először is el kell fogadni magát a helyzetet, hogy én hoztam hibás döntést, hogy fölvettem hitelt. Oké? Mi ezt csináltuk? Mi nem szorultunk rá hitelre. A cégként vettünk föl hitelt autóvásárlásra, azért, mert a könyvelő ezt javasolta akkor. Mert ahogy akkor ugye költségként éves szinten, vagyis ugye el lehet számolni előre is. Tehát nem csak értékcsökkenést lehet számolni. Na mindegy. Tehát lényeg az, hogy pedig meg tudtuk volna venni készpénzre. De nem azt csináltuk, pedig sokkal jobban jártunk volna, a készpénzre vesszük meg. Mert akkor nem lett volna ez a ugye akkori hitelmizéria, hogy két autót is hitelből finanszíroztunk cégként, és hát ugye utána, egy idő után nem tudtuk fizetni a részletet. És gyorsan el kellett adni az egyiket, a másikat, meg ugye átütemezni kellett a hiteltörlesztést egy fél évvel. Szóval, de most gondolj végig, hogy én elértem azt a banknál, a második autónál, hogy fél évig ne kelljen törlesztő részletet fizetni. Érted? És akkor kitolták ugye a törlesztő részletet, és gyakorlatilag utána törlesztettük tovább. Jó, nem sok volt hátra, mert csak egy, tudom én, 4-5 hónap volt hátra, de azt sem tudtuk törleszteni. De hát, hogyha én úgy álltam volna hozzá, mint a legtöbb ember, hogy szídja a bankot, mint a bokrot,
Érted? Úgy nem lehet tárgyalási pozíciót lefolytatni. Na most gondold végig, az emberek úgy élik le az életüket, hogy történik valami probléma velük, akkor szídják a párjukat, vagy szídják a jóistent, vagy szídnak mindent, érted? De ők maguk döntésére semmi felelősséget nem vállalnak. Semmit. Úgy élik le az életüket, érted, hogy hozok mindenféle döntést, kit érdekel, mi lesz a következménye, majd ha netántán rosszul sül el, akkor majd szidok mindenkit. Jó, nem így állnak hozzá, amikor hoznak döntést, nyilván, de megnézed, ezt csinálják. Ezt csinálják. Ezt csinálják. Tehát, hogyha elszúrt volt az a döntés, akkor majd valaki más a felelős. Pedig minden probléma, amíg téged közvetlenül érint, nem közvetve, közvetlenül érint, azt te hoztad létre. Minden. Na most ezért, hogyha az ember nyilvánvalóan el akarja érni, hogy lehetőleg ne legyen problémája, akkor nem az a megoldás, mint sok ember csinálja, hogy akkor nem hozok döntést. És akkor nem hozok döntést, nem csinálok semmit, akkor annak nem lesz negatív következménye. Igen, és akkor hogy éled le az életedet? Na most gondold végig, itt vagyunk mi emberek. Nem véletlenül vagyunk itt a Földön. Nem véletlenül. Az azt jelenti, hogy azzal a céllal vagyunk itt mindnyájan, hogy abban az életben, amiben vagyunk, abban egy fejlődést írjunk le. Egy fejlődést. Egy olyan szintű fejlődést, ahol az ember fejleszti a saját lelkét. Miért kell a lelkünket fejleszteni? Tehát ugye vannak emberek, akik nem fejlesztik a lelküket, vannak, akik kicsit fejlesztik, vannak, akik jobban, még nagyobb mértékben fejlesztik, stb. Stb. Tehát a lelkünk úgy született, már mi nem úgy született, hanem úgy jött bele a testünkbe, hogy tudás nélkül. Illetve volt 9 hónapnyi megélése már, ugye az édesanyja mellett, de hát mégiscsak valamilyen szintű tudás nélkül. Na most onnantól kezdve ugye bekerült a testünkbe, és most jelenleg annyi tudással rendelkezel, amit megéltél, megtapasztaltál. Közvetlenül vagy közvetve, mindegy. Annyi tudással rendelkezik a lelked. De ez a tudás, ez bőven kevés ahhoz, hogy az emberek többsége, ha megnézed, helyesen cselekedjen. Tehát bőven kevés. Ugye megmutatkozik a helytelen cselekvésbe. Ha most valakik azt mondják, hogy mi a legjobb példa a helytelen cselekvésre, akkor rögtön tudok egy olyan példát mondani, ami januártól indult be, és az egészséghez kapcsolatos, az egészséggel kapcsolatos, olyan döntést hoztak, aminek egyáltalán nem tudták a következményeit. Ezt úgy hívják, hogy oltás. Oké? Tehát olyan döntést hoztak, aminek, mondom, kiszámíthatatlan teljes egészében a következménye. Miért kiszámíthatatlan? Ugye tudjuk jól,
hogy egy gyógyszert mikor tesztelnek, évekig tesztelnek egy gyógyszert. Egy gyógyszert évekig tesztelnek, és nem tudom, tudjátok-e, hogy a mellékhatások tesztelési ideje hosszabb, mint a hatás tesztelési ideje. Mert a mellékhatás az akkor jön ki, akkor jön elő, amikor kész a készítmény. A használattal jön elő a mellékhatás, és olyankor úgy csinálják a gyógyszerekkel, hogy ugye először állatkísérleteket végeznek, és utána fizetnek embereknek, hogy a gyógyszert egy célcsoportnak, célcsoporton fizetett célcsoporton tesztelik. És így, mire egy gyógyszer kidobható a piacra, még ráadásul az is, hogy az engedélyeztetése egy gyógyszernek, az sem pár nap vagy pár hét. Mert ott is mindenféle ellenőrzést végeznek az engedélyező hatóság. Na most, ezáltal egy gyógyszer engedélyezése, úgyhogy kereskedelmi forgalomba kerülhessen, évek. Na most az oltás ebből a szempontból még rosszabb. Még hosszabb idő a kikísérletezése, mint a gyógyszereknek. Erre úgy, hogy kísérletet nem végeztek még állatokon se igazán, nemhogy embereken, úgy piacra dobták az oltásokat. És most följegyzik a mellékhatásokat. Az önkéntes oltottakon. Igen ám, de az a különbség, hogy az önkéntes olyan emberek, akik a gyógyszerek hatását tesztelték önkéntes alapon, meg a oltások hatását tesztelték önkéntes alapon a múltban, azoknak fizettek kemény pénzeket. És nem iratták velük alá, hogyha annak negatív következménye lesz, akkor semmilyen felelősséget nem vállalnak. Na most, ha valaki tehát az elmúlt hónapokban beoltatta magát, akkor az egy meggondolatlan döntés. Most kiderült, hogy a lakosság nagy része hajlamos olyan döntések hozatalára, aminek fogalma nincs, mi lesz a következménye. Fogalma nincs. Tehát miért vettek föl az emberek hitelt? Ha a hitelt nem propagálták volna, nem vettek volna föl annyian hitelt. Ha az oltást nem propagálták volna, nem adatták volna be maguknak annyian az oltást. Világos ez? Tehát ha jobban megnézed, a propagandán keresztül olyan dolgokra tudják rávenni az embereket, ami ellentétes a józan eszükkel. A hitelbe például eleve benne van, hogy hit el. Tehát magyarul, aki fölvesz hitelt, annak elment a hite. Hit el. Elszállt a hite. Na most az oltás szóba meg benne van, hogy olt és ás. Tehát aki beoltatja magát, az eláshatja magát. Nem érdekes a magyar nyelv? Nem tudom, külföldi nyelvekben ezeket hogy fejezik ki, de magyar nyelv érdekes. Ugye mi az olt? Hát olt, mikor tüzet oltunk, eloltunk valamit. Tehát magyarul eloltják, oké? Benne a tüzet,
és utána el lehet őt ásni. Oké? Ez jelenti az oltás, ha mind szót megnézzük. Oké? Ha legalább valami olyannak nevezték volna el, amiből nem ezt lehet kisilabizálni. Érted? Ja, a vakcina, igen. De abban meg benne van a vak szó. Tehát vak vagy, nem látod, te cina. Jó, szóval jó, lényeg az, hogy érdekes az emberek működése, ha megnézed. És ez gondold végig, az ember általában annyira vállal felelősséget az életében, ami két dolog befolyásolja. Az egyik, hogy mit látott a szüleitől. A másik, mennyire hallgat hülye tanácsokra. Hülye tanácsokat a média is tud adni bőven. Meg emberek is persze. Hát a média pedig embereken keresztül van közvetítve, alapvetően fizetett színészeken keresztül. Jó, tehát, vagy pedig, hogyha nincs benne színész, hát akkor megkírják a szöveget, amit csinálta. Mindegy, azt is emberek csinálják. Tehát lényeg az, hogy az emberek befolyásolják olyanra az embereket, ami vagy jó nekik, vagy nem jó. De ha jobban megnézzük az elmúlt másfél évben, én mintha olyanról nem hallottam az elmúlt másfél évben a médiában, hogy valami jóra befolyásolták volna az embereket. Tehát mintha ez kimaradt volna, vagy már elfelejtődött volna, hogy lehet jóra is befolyásolni az embereket. Mindegy, a média az jóra nem befolyásolta az embereket az elmúlt másfél évben, az biztos. Most képzeld el, ha média nem lett volna, tehát nem lett volna média. Tehát most azon a szinten lettünk volna, mint mondjuk a 100 évvel ezelőtt. Érted? Vagy 110 évvel ezelőtt, amikor még rádiósi se volt. Tehát nem lett volna média. Akkor kérdezem én. Hányan hallották volna azt, hogy hányan haltak meg koronavírusban? Hányan hallották volna azt, hogy menjenek oltatni magukat? De csak úgy kérdezem. Ugye jó kérdés, nem? És hány ember lenne akkor beoltva körülbelül? Ha nem lenne média. Érted? És hányan nem haltak volna meg, mondjuk a... Na most mondok példát, jó? Ugye a gyógyszer, nem tudom, tudjátok-e, hogy a koronavírusra van gyógyszer. És eddig, aki hallottam, hogy kapott gyógyszert, na megállapították, hogy koronavírusa van, és kapott gyógyszert, hát súlyos beteg lett tőle. Tehát ugyanez a gyógyszer, nem kísérletezték ki a mellékhatásait. Hát most fölírják. Tehát ismerek egy olyan szemét, akinek a férje, vagyis a felesége halt meg nemrég, és tudod, honnantól lett kritikusan beteg? Amikor azt mondták neki, hogy napi 8 szemet szedjen abból a gyógyszerből. És annak hat olyan rosszul, tehát addig jó volt, és olyan rosszul lett, érted, hogy kórházba kellett szállítani. És utána meg is halt. És már több embertől hallottam, hogy elkapta, otthon volt, és utána adtak neki gyógyszert, tehát az volt az orvosság, ezt a vírus elleni gyógyszer,
és annak hatására sokkal rosszabb lett, és kórházba kellett szállítani. Szóval lényeg az, hogy én szerintem ez olyan, mintha úgy működne most, hogy na nézzük, milyen gyógy, mit adtunk be neki, és akkor jó, ennek nem lett semmi baja, ennek lett, nézzük meg, milyen mellékhatása lett, és akkor följegyzik. Ugyanez az oltás. Na milyen oltást adtunk be neki, nézzük. Ja, beadtunk ilyen, milyen mellékhatása lett, ennek semmi, ja, ennek meg lett, akkor ezt írjuk föl, hogy ennek az oltásnak ez a mellékhatása. Egy, kettő, három, négy, öt, stb. Érted? Tudti, hogy ez most így működik. És akkor most folyik ugye a mellékhatások tesztelése. Oké? De felelősség nincs, mert hát önkéntesen csinálták, ami azt jelenti, hogy aláírták, hogy, más, tehát akik beadták, nem vállalnak érte semmilyen felelősséget, meg akik legyártották, nem vállalnak érte semmi felelősséget. Ennyi. Szóval ezt most nem azért mondom, hogy, mit tudom, oltás ellenes lennék, meg gyógyszer ellenes lennék, hanem azért, hogy az ember egyszerűen nem vállal felelősséget semmiért. Érted? Tehát, hogyha valaki, mit tudom én, beadatta magának az orvosságot, vagy a gyógyszert, és annak hatására lesz beteg, akkor nem azt fogja mondani, hogy hű de barom voltam, hogy beadtam, vagy beadattam, érted? Hanem azt fogja mondani, hogy szar az oltás, vagy szar a gyógyszer. Érted? Tehát magyarul azokat fogja szídni, akik csinálták. Nem magát, hogy miért adattam be, miért voltam ilyen elmebeteg akkor. Nem. Nem ezt fogja mondani. Hanem kell egy külső felelős. Érted? Tehát bármit az életben, amit teszel, és annak következménye lesz, mindegy, hogy pozitív vagy negatív, annak te vagy a felelőse. De bezzeg, hogyha netán-tán néha jó döntést hozol, akkor veregeted a válladat, hogy milyen fasz a gyerek vagyok. De nem vállalod föl a felelősséget mindenért, csak a helyes cselekedeteidért. Érdekes egy világot élünk, ahol elég elmebeteg módon működnek az emberek. Nem? Hát a helyesért vállalunk felelősséget, a helytelenért nem. Hát ezt is csináltad meg a másikat is. Érted? Hát nem kellene az úgy működni, hogy az ember, amikor döntést hoz, és utána annak alapján cselekszik, akkor tudnia kellene, hogy annak a döntésnek mi lehet a következménye. Vagy annak a cselekvésnek mi lehet a következménye. Tehát én mikor belekerültünk az autókkal ebben a hitel csapdába annak idején, ugye 2008-ban, akkor én egy hangot nem rosszaltam a bankot. Érted? Egy szót nem mondtam avval, hogy ilyen-olyan a bank. Érted? Hanem fogtam, és azonnal elkezdtünk intézkedni, vesztességgel kiszálltunk az egyik autóból, a másikat meg ugye, ahogy mondtam, úgy sikerült elintézni. Jó, tehát, de akkor megfogadtam, mert csak akkor tud az ember ilyen fogadalmat tenni, hogyha a saját döntését felvállalja. Akkor megfogadtam, hogy én többet egy forint hitelt nem veszek föl. Még akkor se, ha azon semmi kamat nincs. Világos ez? Tehát ha azt mondják, hogy mit tudom, ennyi az ára annak, és annyit adunk, és nem kell egy forintot,
forint kamatot se fizetni, mert ugye ilyen áruhitelek is vannak, akkor sem kérek, köszönöm szépen, a hitelből. Sőt, senkinek a hitelfelvételét sem, semmilyen szinten nem támogatom. Tehát még gondolatban sem, tanácsban sem. Világos ez? Tehát bárki, aki hitelt akar fölvenni, én biztos, hogy nem fogom benne támogatni. Az hódbiztos. Tehát semmilyen szinten. És ez beleértve akár családtagok arra is. Természetesen. Oké? Okay? Hát ugye láttam egy riportot, ez a tévében zajlott le, az építőiparral kapcsolatosan, hogy általában azt mondták a kuncsaftok, akiket riportalanként előszedtek, akik éppen építkeztek, hogy kétszer annyiba kerül az építkezés, mint amit terveztek. Tehát kétszer annyiba. És akkor mondta egy kivitelező, hogy a 35 milliós ingatlan, amit eddig 35 millióért tudott adni, azt innentől 70-ért kell adnia. Pár héttel ezelőtt az egyik PPH-s vezetővel beszéltem, és neki a testvére olyan területen dolgozik, ami az építőiparhoz kapcsolódik, és a faanyagok miatt ugye említette, hogy ebből nagy gond lesz, hogy az lesz a következő válság, amit az építőipar összeomlása fog okozni. Na most, hát gyakorlatilag ilyen áremelkedés mellett az építőipar össze fog omlani. Az is van ebben a riportban, hogy egy kőműves 27-28 ezer forintért dolgozik óránként. De nincs szakember, kevés. Tehát ami azt jelenti, hogy kevés a szakember. Tehát még ennyiért sincs, mert nem, nincs szakember. Tehát amikor az emberek ilyen, most szórják a pénzt, mert az átlag embernek most kevesebb pénze van, mint egy évvel ezelőtt. Az mit jelent? Az azt jelenti, hogy több a kiadása. Tehát ezért ugye jóval több a kiadása, mint a jövedelem emelkedése. És ez az ország legalább 90%-a, ez most így van. Vagy azt jelenti, hogy az ország legalább 90%-a kevesebb jövedelemből él most. Tehát magyarul a jövedelem számomra azt jelenti, hogy mennyi marad. Világos ez? Tehát most kevesebb pénzük marad. Tehát a jövedelem azt jelenti, hogy bevétel, kiadás, és az én számomra a jövedelem azt jelenti, hogy van bevétel, van kiadás, és az egyenleg a végeredmény az a jövedelem. Világos? Ez a tiszta jövedelem. Tehát a tiszta jövedelem, lehet, hogy ezt másként nem így határozzák meg, az én szemszögömből ez így működik. Mennyi a kiadás, mennyi a bevétel, kettőt kivonjuk egymásból, és kijön egy végeredmény, érted? Tehát a bevételből a kiadást kivonjuk, és kijön egy végeredmény. Nem feltétlenül, mert van, aki fölvesz hitelt, és több a kiadása, mint a bevétele, érted? Tehát az azt jelenti, hogy tehát úgy finanszírozza a kiadásait, hogy hitelből. Mindegy, tehát ilyen is van, de az biztos, hogy az egy-másfél évvel ezelőttihez képest az embereknél kevesebb pénz marad, ez hogy biztos, és milyen arányban? Körülbelül a lakosság 90%-ánál. Hát eleve a nyugdíjasok az majdnem, a nyugdíjasok és egyéb ilyen segélyből élők, mert a nyugdíj is egy segély, az gyakorlatilag a lakosság fele. Tehát már eleve a fele. Nekik, ha volt segély vagy nyugdíj emelés, akkor pár százalék az messze elmarad az áremelés, árak emelésétől, és ott vannak az alkalmazottak, és ott vannak a gyerekek,
ugye a gyerekek a szülők jövedelmükből élnek, ugye az alkalmazottak nagy része, a vállalkozások legalább fele kevesebb jövedelemből él, és körülbelül a lakosság 10%-a az, amely több pénzből él, mint mondjuk egy másfél évvel ezelőtt. 10%-a. Na most ehhez képest nem ezt látod, hanem azt látod, hogy az emberek ugyanúgy költenek, mint költöttek. Tehát az azt jelenti, hogy mennek nyaralni. Itt a nyár, mennek nyaralni. Lehet, hogy most nem külföldre megy nyaralni, érted, hanem belföldre megy nyaralni. De megy nyaralni. Most közlekedsz Budapesten, sokkal könnyebb közlekedni, mint ezelőtt pár héttel, pedig már akkor se volt iskola. Érted? Beindult a jó idő, költik az emberek a pénzüket. Azt látni, hogy az utakon, nem a városban, szerte az utakon visszaállt a forgalom, mint ami se történt volna. Most gondold végig, mi lesz velük, ha jön a következő válság, már pedig az építőipar az komoly válságot tud előidézni. Hát gondold végig, a 2008-as válságot az építőipar hozta létre. Tehát ami azt jelenti, hogy most erre a válságra, ami van, még rájön egy 2008-as válság is. Ami, ez a mostani válság sokkal nagyobb, mint a 2008-as volt, és most arra rájön még a 2008-as mennyiségű válság is. Mi lesz az emberek? És egyszerűen nem tudnak gondolkodni, nem tudják azt mondani, hogy fogjuk vissza magunkat. Hát nem tudják ezt mondani. Nem tudják azt mondani, hogy költsünk kevesebbet, érted? Nem tudják ezt mondani. Hát ha megnézed, az emberek jó részének tudod, mi az élet élvezete? A vásárlás. Tehát abban élvezik az életüket, hogy vásárolnak. Tehát ez nem pessimizmus, érted? Ha nem így lesz, ahogy most elmondtam, akkor onnantól nevezzetek bandinak. Jó? Tehát az a baj, hogy amit én így előre megjósolok, az mind bejön. Az mind bejön. Megnéztem azt is, hogy például ezáltal a használt lakások ára hogyan emelkedett. Emelkedett, de nem olyan mértékben, mint az építőanyagok ára. Közel se. Illetve az építkezések ára. Tehát még az ingatlan piac nem követte le az építőanyag árak növekedését, mert az általában 3-6 hónap után következik be. Tehát ami azt jelenti, hogy most ugye amúgy is az emberek mivel foglalkoznak? Hát nyaralásukkal, mindenki megy szabadságra. Hónap elseje, ugye július elseje, ugye beköszönt az igazi nyár, nem mint eddig nem lett volna, és az azt jelenti, hogy mennek szabadságra az emberek. Költik a pénzt, szórják a pénzt, mint hogy fognák és gondolkodnának. Mondom előre, drága barátaim, meg fogtok szívni, mint a boci, ha így működtök, mint ahogy elmondtam. Tehát én mondom tavaly március óta azt, hogy ebbe a válságba megyünk folyamatosan bele. Tehát itt nincs. Egyszerűen nem látom, értesüléseim nulla avval kapcsolatban, hogy bármilyen válságból kifelé mennénk. Világos ez? Tehát ugye a fentiek is értesítenek különböző dolgokról előre, és semmi olyat nem mondanak, hogy bármiből kifelé mennénk.
Világos ez? Tehát van egy szabály, ez egy univerzumi szabály. Nem földi, univerzumi szabály. Hogyha megnevezülnek a körülmények, többet kell dolgozni. Világos ez? Tehát ha megnehezülnek a körülmények, többet kell dolgozni. Erre mit csinálnak az emberek? Nem, hogy többet dolgoznának, lustákodnak, kevesebbet, érted? Mint az ország nagy része flegmatikus lenne, aki szeret lustákodni. Szóval egy hihetetlen módon képtelenek az emberek erre, hogy az élet, a problémáik megelőzése. Érted? Képtelenek. Most persze, probléma megelőzése az azt jelenti, hogy tudásra van szükség. Az információ is tudás, de az információban nincs módszer. Érted? Tehát nincs benne olyan, hogy mit tegyél azzal a vágyjal, amit már kialakítottak benned gyerekkorban, és nem tudsz korlátot szabni a vágyaidnak. Hogy mit kezdjél ezzel? Érted? Mert a vágy az, ami miatt az ember nem fogja magát vissza, vagy nem kezd el, nem kezdi azt az elvet, hogyha nehezülnek a dolgok, körülmények, akkor dolgoz többet. Mert a vágy nem úgy működik, hogy vágyom arra, hogy többet dolgozzak. Én még ilyen vágyat életemben nem hallottam, érted? Persze, olyat már hallottam, hogy vágyom arra, hogy legyen munkahelyem, mondja a munkanélküli, érted? De nem arra, hogy többet dolgozzon. Tehát elérték itt az elmúlt 70 évben, háború óta, tehát mondhatjuk, hogy 50-es évek elejétől, elérték azt, hogy a munka az ne pozitív szó legyen, hanem negatív. Előtte a munka az pozitív szó volt, csak hogy tisztázzuk ezt, ennek a szónak az értelmét, érted? Ma a munka az nem pozitív szó, hanem olyan, mint a kényszer, érted? Hogy azért kell dolgoznunk, hát mert kényszerítve vagyunk a világ által, hogy dolgozzunk. De régen még voltak olyan kifejezések, érted, hogy a munka nem esít, meg stb. Stb. Ez már régen elfelejtett kifejezések. És akkor egy idő után elkezdték ezt a kijelentést kiröhögni. Hát gyakorlatilag, ha jobban megnézed, egyetlen egy dologban tudod bebizonyítani, hogy benned van egy Isten. Mi az Istennek a legfontosabb tulajdonsága? Benne van a nevében, a Főistennek a nevében. Mert a Főistent úgy hívják, hogy Teremtő. Tehát az azt jelenti, hogy az Istennek, meg az isteneknek a legfőbb tulajdonságuk, hogy ők képesek teremteni. És itt vagyunk mi emberek, és kellene elgondolkoznunk azon, hogy miben tudjuk kinyilvánítani az isteni mi voltunkat. Az isteni mi voltnak a mutatója az a teremtés. De miben tudja az ember a teremtést megnyilvánítani? A munkában. Semmi másban. Világos ez?
Tehát a munkádban tudsz teremteni, másban miben? Ha kimész a kertben és gondoskodsz a növényekről, az is munka. Érted? Az is teremtés. Tehát amikor dolgozol, amikor munkát végzel, akkor teremtésre vagy képes. És akkor elérték az embereknél azt, hogy a munka meg a dolgozás szó az negatív értelmű legyen. Hát nevetséges. Hát egyszerűen nevetséges. Pedig ez az egyetlen dolog a teremtése. Bár férfiak most a nagy egójukkal mondják, hát a gyerekcsinálás is teremtés. Erre meg azt mondom, hogy anyád az. Bocs, hogy megsértettelek. Hát az állat akkor egy teremtő azért, mert tud kefélni. Oké. Hát ahhoz, hogy kefélni tudj, nem kell nagy ész. Oké. A leghülyébb ember is tud kefélni. Maradjunk ennyibe. Csak tudni, hogy ezt a videót fogják olyanok nézni, akiknél ezt be fog találni. Mert előtte azt gondolja, hát hogy gyerekcsinálás is teremtés. Na most akkor megnézzük, a fentiek, mint teremtők, istenek nem csinálnak gyereket. Maradjunk ennyibe. Oké. Nincs szexuális életük. De csak úgy mondanám. Az embertől lefele lévő lényeknek van szexuális élete. Oké? Úgyhogy erről ennyit. Beleértve az embert is, mert ugye azt mondtam, az embertől lefele. Jó, azért, mert nem tudsz valamiről, attól még az arról, avval kapcsolatban van tudás, hogy mi hogy van. Jó? No szóval, lényeg az, hogy itt vannak ezek a dolgok. Ha az ember azt akarja, hogy ne legyen problémája, akkor egyre több tudásra van szüksége. Mert a világban egyre több probléma van. Hát nézzétek meg, a elmúlt másfél évben a világban nőtt a probléma, vagy csökkent? Nőtt, nem? Aminek jó része közvetlenül is érintett minket, nem? És szerinted a következő másfél évben csökkenni fog? Bejött a Delta plusz. Már nem azt szokjuk mondani, hogy koronavírus, hanem meg Covid, hanem Delta plusz. Oké? Okay. Már nem is delta, hanem már delta plusz. És akkor mit mondunk utána? Majd delta csillag? Vagy mi a jó Isten lesz? Vagy két plusz? Vagy három plusz? Vagy mi? Istenem! A hűítés magas iskolája, azt tudom mondani. Szóval a lényeg az, hogy gondolkozz el azon, hogy a jövő problémáit hogy a manóba fogod megoldani. Tudás nélkül. Tudás nélkül. Ugye beszéltem már erről, de egy-két gondolat, így elment az idő, és ránéztem az órára, be kéne lassan fejezni, de hát ha beleférek még. Beszéltem arról, hogy ma már nem is tudom, mit akartam mondani. Na mindegy, akkor nem mondom. Nem mondom. No szóval, a tudás nálunk az havi 30 óra. Legalább. Az két részben van, ugye ez az első
az elején beszéltem róla, az egyik a díjmentes rész, a másik pedig a coach képzések. A coach azt jelenti, hogy ember és életjobbító a mi értelmezésünkben. Van 25 nagy témánk jelenleg, de ennek a témának a szaporulata folyik. Vannak olyan témáink, ami már nem egy, nem, meg nem két, hanem három, négy, vagy akár még több hónapos. Most az önismeret coach képzés van, azon belül pedig a vérmérsékletekkel foglalkozunk. Hogy ismerjük fel másokban és magunkban a bizonyos vérmérsékleteket? Ugye a vérmérsékletekről csak annyit mondanék, hogy négy vérmérséklet típus van: kolerikus, szangvinikus, flegmatikus, melankolikus. Ez a négy. Ez segít, hogy képes legyen az ember könnyebben boldogulni saját magával is és másokkal is. Képes az ember arra, hogy a hibáit kijavítsa, és képesebbé válik az ember arra, hogy mások hibáit könnyebben viselje el. Tehát mások hibáit könnyebben viselje. Ez van most. Ezután a személyiségfejlesztő coach képzésünk lesz majd. Mármint nem ezután a képzés után, hanem az önismeret coach képzésünk után. Mind következő téma, ahol azokról az energiákról lesz szó, amivel születtél, illetve amivel rendelkezel, és hogyan tudod alakítani ezeket az energiákat. Ez is egy nagy téma lesz, ez is egy pár hónapon keresztül fog menni. Az összes képzésünknek az alapja az az etika coach képzésünk, amire az egész épül, mert az úgy működik, hogyha az ember etikus, akkor elkezd, vagy egyre etikusabban él, akkor elkezd egyre jobban működni az élete. Tehát ez ezért alap. Tehát automatikusan azáltal, csak mondok egy példát, hogyha bolygón az etika képzést, tudását az emberek egy az egybe betartanák, akkor már aranykor lenne. Jó? És a többit nem is tanulták volna, csak ezt az egyet. Már aranykor lenne. De az a baj azzal, hogy az emberek, nem legtöbb, hát gyakorlatilag minden ember hozott egy múltat, ugye onnan, hogy megfogant, és annak a múltnak a csökevényeit szenvedi felnőttként. És ha az ember nem szerez tudomást arról, hogy hogyan oldja meg, hogy képes legyen ezeket a csökevényeket kiiktatni a saját életéből, ha ezek a csökevények nem lennének, na akkor elég lenne az etika coach képzés. De mivel ott vannak azok a negatív élethelyzetek, amit megéltél, ezek a csökevények, negatív élethelyzetek, és a negatív élethelyzeteket nem úgy kezelted, ahogy kellett volna, márpedig gyerekként 7 éves korig abszolút nem tudtad kezelni, ezért ugye olyan tudásra is szert kell tenni, amivel az ember át tudja hidalni azoknak a problémáit, ezeknek a csökevényeknek a hatásait át tudja hidalni, illetve szépen fokozatosan az ember felismerje a saját életében gátló tényezőket, és ezeket a gátló tényezőket, akár az jelenbéli vagy múltbéli, mert jellemzően múltbéli gátló tényezők vannak, ezeket kiküszöbölje. És ehhez ugye az életben nem elég csak az etika tanulása, hanem minden olyan részletre ki kell terjedni a képzésnek, ami az élet
és az ember működésével kapcsolatos. Ráadásul még ugye az is fontos, hogy lehetőleg az ember olyan emberekkel legyen minél többet, akik etikusok és a saját szellemi fejlődésükben haladnak. Ha valaki tanul, de állandóan olyan emberekkel van, akik nem fejlődnek, nem tanulnak, akkor a tanulásod az kilátástalan. Ezt csak úgy mondom. Előre. Tehát ezért ugye mindenütt javaslom, hogyha valaki elkezd tanulni, és ő nem tud összejönni a többi tanulóval, mert mondjuk messze lakik attól a helytől, ahol összejönnek a tanulók, akkor alakítson ki egy saját csoportot, akikkel rendszeresen összejárnak. Tehát nem lehet úgy fejlődni, hogy közben az ember hülyékkel veszi körül magát, érted? Tehát ezért szokták mondani egy olyan mondást, hogy a vakok közt a félszemű a király. Tehát gyakorlatilag az ember úgy működik, hogy olyan vagy, amilyen a barátaid. Jó? Maradjunk ennyibe. Másik gondolat ezzel kapcsolatban, hogy olyan vagy, mint amilyen emberekkel körülveszed magad. Illetve, mint amilyen emberek vesznek körül téged. És akkor lehetne azt mondanod, hogy de hát, ilyen-olyan munkahely, meg stb. De a munkahelyen nem 16 órában vagy. Vagy ha 16 órában vagy egy munkahelyen, akkor megérdemled. Erre csak annyit mondok. És a legtöbb ember a munkahelyen 8 órát van. És mi van a többi 8 órával? Mert mondjuk 8 órát alszol. És mi van a többi 8 órával? Kikkel vagy? Kikkel érintkezel? Kikkel kommunikálsz? Volt egy régi szabály, amit még a 90-es években tanítottak nekem, ez a 3H szabály. Hülye hülyét hoz. Ez az emberek szervezésével kapcsolatban tanították még a 90-es évek elején nekem, hogy a 3H szabály. Hülye hülyét hoz. Tehát a hülye embernek hülyék a barátai. Oké? Tehát jó lenne, hogyha egy kicsit elgondolkodnál ezeken a gondolatokon. Lehet, hogy most azt mondod, hogy már megint ez a Miklós milyen hülyeségeket beszél, meg nagyképű, meg stb. Stb. Vagy ez a Szedlacsik. Az a helyzet, hogy ez az igazság, tudod? Tehát nem fogsz soha kilábalni, nem fogsz olyan életet élni, mint amit emberként neked élned kell, hogyha hülye emberekkel veszed körül magadat. Érted? Ez van. Tehát mondom, emberi életet kell élni egy embernek. És az emberi élet, tudod mi? A tanuló, gondolkodó élet, érted? És annak alapján történő cselekvő élet. Hát én nekem a barátom, aki már nem barátom, még mindig ugyanazt a foglalkozást űzi, mint 30 hány éve? Várjál, 90-es években kezdte.
mikor? Vagy 90 környékén kezdte azt a munkát, sőt még előbb, még 80-as évek végén, és ugyanazt a munkát végzi, érted? Most is, mint amit a 80-as években végzett. Tudod, mi volt a 80-as években? Bérautósofőr. És most ugyanezt csinálja, csak legfeljebb, mint tudom én, kicsit följebb van a hierarchián, érted? Ugyanezt. De már nem barátom 90-es évek vége óta, úgyhogy ennyi. Mert ugye én elkezdtem fejlődni, ő meg nem fejlődött velem. És én az összes olyan barátomról lemondtam, aki nem fejlődött velem. És ez azt jelenti, hogy minden barátomról lemondtam. Világos? Mert egy se jött egy idő után már tovább velem. Tehát ezt úgy hívják, hogy komfortzóna. Az emberek nem lépnek ki abból a komfortzónából, amiben benne vannak. Ezáltal nem is fog megváltozni az életük. Tehát az én életem olyan, hogy senkivel nem cserélnék. Ma a Földön senkivel nem cserélném el az életemet. Érted? És valószínűleg ez így lesz a jövőben is. Mert ezt ugye ugyanezt tudnám mondani az elmúlt évtizedekre vonatkozóan, hogy nem cserélném senkivel. Én elindultam a más típusú életben 87-től, érted? 87-től üzletkötéssel indultam el, más típusú élettel, és bárki bármivel foglalkozhat. Tudod, mi a legszebb dolog a világon? Az összes foglalkozás közül, amikor az ember emberekkel foglalkozhat. Érted? Nézd meg, hogy vajon a te ismerősöd, ismerőseid emberekkel foglalkoznak? Figyeld, mit tudom én, mondjuk futószalagon valamit csinál. Ahhoz sok ész nem kell. Érted? Ahhoz nem kell tudni úgy bánni, mint egy emberrel. Tehát ha az ember emberekkel akar foglalkozni, akkor megtalálja a legszebb foglalkozást, ami csak létezik. Érted? És én például látom a nejemben is, hogy ezt hogy élvezi. Érted? Hogy emberekkel foglalkozhat. A felesége. Hogy hogy élvezi. És sokkal jobban élvezi, mint bármit, amit eddig életében csinált. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Legyetek tanulók, méghozzá SOS, mert az idő ellened van. Most folyik a kiválasztódás arra vonatkozóan, hogy kik lesznek a jövőben az emberek tanítói. Tehát a tudást át kell adni az emberiségnek, a határidő az ketyeg, a kiválasztódás az folyik. Mindenkinek jó tanulást és szép estét kívánok, 25 perc szünet, szeretlek benneteket, sziasztok!